Elsőként a jelentkezés feltételeit ismerhettük meg. Igazából bárki, aki szeretne csatlakozni hozzánk, beadhatja jelentkezését, és megnézzük, hogy mi az, amit mi tudunk kínálni számára. Vannak bizonyos törvényi feltételek ahhoz, hogy valaki katona lehessen. Egyik legfontosabb 18. életévet be kell, hogy töltse, ha katona szeretne lenni. Magyar állampolgársággal kell rendelkeznie, cselekvőképesnek kell lennie, magyarországi lakcímmel kell rendelkeznie, és büntetlen előélettel kell, hogy rendelkezzen, ezt mindig megvizsgáljuk a jelentkezőknél, illetve a minimális iskolai végzettség, amit elvárunk, az a 8 általános iskolai végzettség. Értelemszerűen van, akinek magasabb iskolai végzettsége van, az nem hátrány, sőt előny, főleg, hogyha valamilyen szakmával rendelkezik. Van a Tobóhoz iroda, oda bejön, jelzi, hogy szeretne katona lenni, regisztrációs lapot kitölti, ez tartalmaz azt, hogy milyen végzettségei vannak, milyen iskolákat végzett, nagyjából mi az, amit szeretné a honvédségben végezni, dolgozni, és akkor mi pedig megnézzük azt, hogy mi az, amit tudunk kínálni. Ez nem jár semmilyen kötelezettséggel, tehát nincs az, hogyha valaki bejön az ajtón, onnantól kezdve egyenruhába kell, hogy kimenjen, tehát ez nem erről szól, megvizsgáljuk, milyen lehetőséget tudunk kínálni, ezt elmondjuk neki, ő pedig eldönti, hogy ez neki megfelel, ő ezt el tudja fogadni, el tudja látni, vagy azt mondja, hogy ő nem erre gondolt, és köszönöm szépen, akkor ezt inkább nem kéri. A honvédség működéséhez szakmák sokaságának együttműködése szükséges. A lövész katonák, felderítő katonák, ők azok, akik ténylegesen katonai harcosztai feladatokat látnak el, de ezen kívül rengeteg olyan munkakör van egy laktanyára, amit be lehet tölteni. Szakácsok, sofőrök, logisztikai szakemberek, pénzügyes szakemberek, zenészek, kommunikációs szakemberek, műszaki szakemberek, villanyszerelőket keresünk sokszor, valamilyen lakatos heggesztő szakmával rendelkezőket szoktunk keresni, hiszen számos olyan technikai eszköz van, aminek a javítását el kell végeznünk, ehhez pedig szakemberek kellenek. Tehát tényleg elég széles a spektruma azoknak a munkaköröknek, ahová várjuk a jelentkezőket. Manapság a laktanyát, egy katonai életet úgy kell elképzelni, mint egy munkahelynél van munkaidő. Reggel bemegyünk a munkaidő kezdetén, és délután munkaidő végén pedig hazamegyünk. Jó? Tehát nem vagyunk bezárva a laktanyába, nem az, hogy mi 24 órában ott ülünk bent, és ki se jöhetünk este se, meg hétvégén se. Ami feladat van, azt végrehajtjuk, de egyébként ugyanúgy nekünk is van egy munkarendünk, az szerint dolgozunk. Ez a munkarend heti 40 óra, alapmunkarendünk. Az úgy épül, hogy hétfőtől csütörtökig reggel 7.30-tól 16 óráig dolgozunk, pénteken pedig 7.30-tól 13 óra 30-ig tart a munkaidő. Nap mint nap mit csinálunk? Próbálunk általában, vagy koszorúzunk, temetésekre szoktunk eljárni, koncerteink vannak. Most például legutoljára a virágvasárnapi koncertünk volt a Nagy Templomban. Tegnap térzenénk volt a Magyar Kard napja alkalmából Debrecenben és Nyíregyházen. Holnap Hajdú hatházra fogunk menni hadinapokra, azt hiszem. Hétköznapi hősök, interaktív toborzó nap. Köszönöm. Így hívják. Úgyhogy így nagyjából így telnek minden napjaink. Szépen bemegyünk reggel, átöltözünk, egy kis bemelegítés, befújás és elkezdjük a munkát. 4 óráig. A honvédség egy hierarchikus szervezet, az elején kellett volna elmondanom, de ugye nagyjából mindenki el tudja kézni, hogy épül fel, különböző szintű beosztások, munkakörök vannak, ezért attól függ mindenkinek a fizetése, hogy ő éppen a ranglétrán hol helyezkedik el. De ugye mindenki egyszer bekerül és elkezd az elején, amit tudni kell, hogyha valaki bekerül és közkatonaként elkezdi a honvédségi pályafutását, attól függően, hogy milyen iskolai végzettsége van, következő fizetést fogja kapni. Ha 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, akkor ő a havi 40 órás munkavégzésért cserébe havonta kb. A nettó 140 ezer forintot fog kapni. Ha valaki érettségivel rendelkezik, ez az összeg nettóba 170 ezer forint. Ezt, mint mondtam, heti 40 órás alapilletménk. Ezen felül vannak különböző pótlékok, különböző juttatások. Ilyen pótlék például nyelvvizsga pótlék. Ha valaki középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik, akkor ő azért minden hónapban pótlékot fog kapni, melynek az összege például egy angol középfokú nyelvvizsgáért
ilyen bruttó 23 ezer forint, ez ilyen 17 ezer forint nettóba, ez minden hónapban fizetéséhez pluszba hozzáadódik, ha van nyelvvizsgája.